Kiegyenlített első 10 perc után a 11. percben a Bátaszék megszerezte a vezetést. Egy ártatlannak tűnő középreívelés után Seller röviden szabadított fel, Kertész hátvédekkel rácápoló gyors helyzetfelismerés után egyből ballal a bal felső sarokba emelt 1-0 Bátaszéknek. A 17. percben egyenlített a Majos. Hock jobboldali szögleténél a majosi játékmester Steinbach Máté mintegy 6 méterre a kaputól, szinte senkitől sem zavartatva nyugodtan fejelhetett és élve a lehetőséggel a kiszolgáltatott Klézli mellett fölött a jobb felső sarokba bólintott 1-1. A bekapott gól a bátaszéki védelem kritikája is egyben. Az első félidő befejezése előtt 1 perccel újból a bátaszéki kapuba került a labda. Megint nem állt a védelem a helyzet magaslatán. Petrovics egyszerű fölpassza azonnal zicserbe találta a csereként beállt Tamás Balást, a fiatal játékos egyből a bal sarokba passzolt. 2-1 a Majosnak, Klizli kapus csak úgy, mint az első gólnál, itt is abszolút kiszolgáltatott helyzetben volt. Szünet után folytatódott egy ilyen rangadóhoz méltatlan, mondhatni színvonaltalan játék, így az a cirka 200 szurkoló, akik a zárt kapu miatt nem láthatták a két élcsapat mérkőzését, valójában semmit sem vesztettek a kényszerű távollét miatt. A második játékrész egyetlen említésre méltó eseménye a 80. percben történt, amikor a bátaszéki Tóth Balást egy durva szabálytalanság és szövegelés miatt kiállította a játékvezető. Ám a hazai bátaszéki csapat a hátralevő 10 percben nem tudott emberelőnyben sem valamire való gólhelyzetet kialakítani, amiből legalább X-re tudta volna hozni a meccset. Az ősz meglepetés csapata a bátaszék messze akkori produkciójától, formájától. A teveli pontvesztés és egy verhető Majos elleni vereség után bizony bent ragadtak a rajtnál. Ennek Szőcs Lázár edző szerint kis részben csak az az oka, hogy többen kisebb sérüléssel bajlódva léptek pályára a második fordulóban. Bajnokság megkezdés előtti héten szakosztályülésen elmondtam, hogy a felkészülésünk nem úgy sikerült, ahogy én terveztem. Mit értek ez alatt? Játékosok nagy része, és sajnos a meghatározó emberek sérüléssel bajlódtak, nem tudtak úgy edzeni, ahogy egy felkészülésben kellene edzeni. Mondtam, hogy a bajnokság kezdésére meggyógyult, hál' Istennek, mindenki, legtöbbje, de viszont az erőállapotunkat azt nem lehet egyik percre a másikra megjavítani. Tehát most futunk saját magunk után, jelen pillanatban. Nincs elől dinamika, nincs folyamatosság a bátaszék játékában. A Tóth Tamás saját magának brusztolta ki a helyzeteket. Nem szolgáljuk ki a csatárokat úgy, ahogy ki kellene szolgálni a csatárokat. A gyenge támadójáték következményeként a bajnoki címért folytatott versengésben a Majossal és a második Bonyháddal szemben 6 pontos hátrányba került az ősszel remeklő bátaszéki csapat, és a dobogó harmadik fokán pillanatnyilag a náluk 2 ponttal többet szerző Dombóvár áll a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban.